Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata, TISPOL műveleti csoportjának van egy akcióterve, ennek alapján most háromnapos úgynevezett seatbelt ellenőrzést tartanak Európa szerte, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A rendőrök a passzív biztonsági eszközök, például a motorosoknál a bukósisak, az autósoknál pedig a biztonsági öv használatát ellenőrzik a napokban. Bár Szabolcs megyében 2015-ben az előző évekhez viszonyítva csökkent a balesetek, ezen belül a halálos balesetek száma is, mégis nagyon fontos, hogyha mégis bekövetkezik egy baleset, az minél kevésbé legyen súlyos, vagy nagy isten végzetes kimenetelű, és a passzív biztonsági eszközök pont ebben segítenek, amennyiben használják őket, akkor jóval kevésbé lesz súlyos a baleset kimenetele. A biztonsági öv használatáról számos tanulmány és statisztika született az elmúlt években. Ezekből az derül ki, hogy az úgynevezett hárompontos biztonsági övet használók közül közel 60%-kal kevesebben sérülnek meg a balesetek során, mint az övet nem használók. 10 éve volt a kígyó utcán, frontálisan belém jöttek, tehát akkor is be volt kötve a biztonsági öv, szerintem az foghatott meg, tehát az ütődéstől magától. De tehát nekem az az első, hogy beülök, akárhol vagyok, első bekapcsolom a biztonsági övet. Magyarországon egy 1976-os rendelet az akkori új KRESZ vezette be a biztonsági öv kötelező használatát a személygépkocsik első ülésein. Azóta már változott a szabályozás, minden esetben elől és hátul is kattannia kell az övcsatoknak. Én be szoktam kötni, de hál' Istennek még nem történt olyan a családban, legalábbis ismerési körben, ami a baleset következtében esetleg úgy történt, vagy rosszul lett, vagy sérülés kapott, mert nem volt bekötve. Tehát nem. Érdemes bekötni, tehát mindenkinek azt ajánlom. TISPOL-os akció ma Máté Szalkán volt, azonban további településeken várható ellenőrzés március 18-áig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.